A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei szervezetei március folyamán tartják éves rendes beszámoló taggyűléseiket. Ennek okán az érdekképviselete a gyűlések előtt vállalkozói fórumokat tart országszerte, aminek ezúttal Szekszárd adott otthont. Fajszi Lajos, Tolna vármegyei elnök a szervezet ezévi terveiről többek között a rendszeres tájékoztatást és a párbeszéd fontosságát emelte ki, ami rendkívül fontos a sikerhez és az együttes eredményekhez. Hozzátette, meggyőző tagságot tudhatnak maguk mögött, amit tovább kell erősíteni. Nagyon jól sikerült a tavalyi évig, 80%-kal nőtt a tagságunk. Most 1200 körüli a Tolna megyei vállalkozásoknak a száma, akik beléptek a VOSZ-ba, és hát ezt szeretnénk egy ilyen 1500-ra bővíteni. Az eseményen részt vett Máté Péter önkormányzati képviselő, a Szekszárdi Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke. Ő elmondta, hogy idén a helyi ipari parkban 2,8 milliárd forintos fejlesztés fejeződik be, amely főleg infrastruktúrális és épületfejlesztési beruházásokat jelent. Kiemelte, a térség vállalkozásainak lehetőségeket tartogat a Paks 2 is, emiatt is számítanak a gazdasági élet fellendülésére a vármegye székhelyen. A szekszárdi fejlesztéseket, ami megvalósul idén, a Tudásközpont. Ugye már a Paks 2-ből mi is szeretnénk részesülni, és nekünk az az elképzelésünk Szekszárdváros részéről, hogy a Pakson dolgozók, azok ide tudnak jönni Szekszárdra olyan kulturális programokra, amik Pakson nincsenek. Ugye a Szekszárd egy megjelő város, tehát ettől kezdve többet tudunk nyújtani valószínű, és a Tudásközpont idén kerül átadásra. Eppel János, a VOSZ elnöke, a szövetség idén januárban elfogadott 2022 és 2026 közötti 5 éves stratégiáját mutatta be. A stratégia lényege igazából az, hogy a 35 éves VOSZ szervezetet belülről dinamizáljuk, aktivizáljuk, a meglévő tudást, a meglévő tapasztalatot és a meglévő anyagi forrásainkat használjuk fel hatékonyabban, legyen egy erősebb szervezet, és a három fő tevékenységében, a magyar vállalkozások érdekében, az érdekképviseletben, a szolgáltatásokban és a vállalkozás fejlesztésben legyen erősebb, hatékonyabb és sokkal láthatóbb, érzékelhetőbb a magyar vállalkozások számára. Az elnök hozzátette, cél a magyar vállalkozók, munkaadók tevékenységének, napi működésének, fejlesztési terveinek hosszú távú támogatása, segítése minden eszközzel.